Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki most itt az elvonuláson részt vesz valamilyen formában. Én azt a kiérdemelt ajándékot kaptam most, hogy a ma esti dharma beszéd előtt tarthatok egy bevezetőt. Ezt köszönöm a Barnának. És el kell mondjam, hogy ilyen bevezetőket többször láttam, néztem ugye azon a csatornán, illetve itt élőben is volt erre lehetőségem. És mindig csodálkoztam, és igazából repesve vártam, hogy hú, majd egyszer én is talán fel leszek kérve egy ilyen alkalomra, és hogy ez akkor úgy gondoltam, hogy ez milyen nagy szó, hogy ez valaki ide kiülhet és tartod egy ilyen rövidke bevezetőt. És aztán minél többet láttam ilyet, és hallgattam, azt, jobban erősödött az érzés, hogy hát ez nem is olyan egyszerű, és nehéz itt így beszélni. Akkor ennyi tekintet, ennyi szempár, ennyi elme próbál itt figyelni arra, amit én most itt mondani fogok. És nem is az a szándék, most nem is szeretnék, és gondolkoztam itt még a szünetemben, hogy mit is lehetne ez hozzátenni. És hát én nem is szeretnék semmit hozzátenni, de elvenni se. Mert ez nem is lehet hozzátenni és elvenni. Amit itt próbálunk keresni, amiért talán itt vagyunk, ki így, ki úgy, ami miatt valahogy valamiért valaki idevetődött, az talán egy cél lehet, és hogy valamit keresünk. Ez személy szerényemben ez is így van, és minél jobban keresem azt, hogy mondjuk mi lehet egy koa megfejtése, annál jobban rájövök, hogy nem kell ezt úgy nagyon erőltetni. És hogy ma is épp elmondták ezt nekem, hogy tényleg vissza kell térnünk ebbe a tantien fókuszba, és ahogy én ezt tapasztalom és látom, hogy ezzel a gyakorlással, a meditáció, ének, leborulás, ugye ez, amit csinálunk, ezzel ezt a központi valamit, a nem tudható, vagy nem is tudom, én is minek hívjam, talán ezt próbáljuk így erősíteni, és ha ez erős, akkor úgy gondolom, hogy most én is tudok itt valamilyen fajta beszédet tartani. Most itt nektek. Mert lehet, hogy egyébként elrohantam volna. Mert ha ezt mondjuk jó pár évvel ezelőtt kérték volna tőlem, hogy én így beszéljek ennyi ember előtt, hát akkor szerintem engem a másik univerzumban se találtak volna meg. Tehát ez nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon gyenge pont, vagy egy nagyon kényelmetlen érzem magam, hogy tényleg így figyelnek, és hogy majd hogy fogok beszélni, miről beszélek, stb. És hát hogy ebben a helyzetben, hogy itt nincs is téma annyira, pedig a téma a padlón hever, ami barna.
és aki valamilyen úton, módon a zennel kapcsolatba lép, vagy kapcsolatba kerül pontosabban, illetve kapcsolatba kerül, én ezt nagyon jónak tartom, és akivel én is szoktam beszélgetni, ugye ismerősök, barátok, cimborákkal, és többség azért még mindig így ezt nagyon nem tudja hova tenni. Én sem tudtam hova tenni, amikor legelőször voltam itt tényleg első elvonuláson. Még nem tudom nagyon most hova tenni. De jövök. De jövök ide, mert úgy érzem, hogy ez kell. Hogy szükségem van rá, hogy kapok egy olyan dolgokat itt a mesterektől, a tantól, az énektől, és az egész, ami itt dharmatermen belül és kívül zajlik, hogy úgy érzem, hogy ez jó. Ez jó felé visz. És ez az összetartás, ez az összefogás, ami itt ezt a zen templomot fenntartja és működteti, ez egy nagyon fantasztikus dolog. És mindenki, aki itt van most, vagy itt volt, vagy itt lesz, az biztos, hogy hozzátesz ehhez a működéshez. És pont ez a lényeg, mert én mindig azt hittem, hogy majd én, főleg fiatalabb korom, hogy én majd megváltom a világot, meg én leszek valami nagy okos kitalálója, és majd hú, meg há. És itt azt látom, hogy tényleg itt mindannyian hozzáteszünk valamit ehhez a dolgokhoz. És ez így válik teljessé, ez egész. És jó lenne ezt ugye a kinti életben is ezt jobban látni, tapasztalni, hogy így együtt tudnak az emberek így dolgozni, együtt működni valamilyen cél érdekében. És igazából a cél az ez valahol, hogy ez itt legyen, hogy ezt tudjuk, nem ez a legjobb szó, hogy használni, élvezni, de ennek az áldásos tevékenységét tudjuk élvezni. És tényleg, ha csak egy picit tesz hozzá mindenki, csak egy nap valamit, egy példát szeretnék elmondani. A minap kint a kertben a zöldségágyásokra földet kellett szállítmányozni, és én ezt tettem. És utána így elgondolkoztam rajta, hogy milyen keveset tettem én, hogy csak azt a pár tajicska földet oda vittem, és hogy ez még nem sok minden majd, ugye mennyi minden kell még ahhoz, hogy ottan majd zöldség teremjen, és azt el tudjuk fogyasztani. De hogy épp ez az, hogy ez az apró lépés, hogy én oda vittem, és aztán majd azt valaki beműveli, majd azt valaki elveti azt a magot vagy a palántát, és aztán majd azt valaki leszedi, és lehet, hogy majd azt valaki elteszi a mély hűtőbe, és lehet, hogy én legközelebb jövök, azt lehet, hogy pont én fogom megenni. És ez milyen jó lesz, pedig nem is fogom tudni, hogy ez abból van. De hogy ezek az apró mozzanatok, ami így, én úgy gondolom, hogy ez számít, hogy így, hogy ezek is fontos dolgok, és azt, hogy itt megtesszük azt, hogy ide eljövünk, és hát számomra még azért mindig nem olyan egyszerű bizonyos dolgok, gyakorlatok elvégzése, a meditáció, hol fáj, hol itt fáj, hol ott fáj, hol elmenekülök. De ez a küzdelem, ez a küzdés szerintem ez így kell, hogy megtegyük, és akkor így azt a kis dolgot így talán akkor a többiek, vagy más egy későbbi alkalom ezt így hasznosíthatja. A másik dolog, amit így eszembe jut, hogy
ez az irányvétel, ami itten sokszor szóba kerül, hogy fontos az irányvétel, és az a törekvés, hogy megpróbáljuk azt, hogy tényleg egy ilyen közös cél érdekében itt együttműködni, lenni, ez egyfajta irányvétel, ez egyfajta fókuszálás. És tényleg ez így működik ez a dolog. Ez a templomi élet, amit most mi csinálunk. És ez a fókusz, az irányvétel, ez nagyon fontos, hisz minap kint voltam, már sötétedett, sétáltam, úgyhogy szükségem volt a lámpásomra. És ugye amerre sétáltam, értelemszerűen arra világítok, hogy azért lássam az utamat. Tehát hogy fontos az, hogy arra világítsak, amerre én úgy gondolom, hogy menni szeretnék. De sötét van, de így pár méterre ugye ellátok magam előtt, amíg a lámpafény engedi, és így talán eltalálok, illetve vagy visszatalálok majd ide a templomba. És ez is egy olyan, hogy ha itt ez a fókusz, ha nem helyes, tehát hogyha én lehet, hogy tudom, hogy a templomon visszavezető út erre van, de én a lámpámat arra tartom, hát akkor biztos, hogy el fog tévedni. Lehet, hogy egy darabig menjek az ösvényen, vagy az úton, de aztán sötétben ugye nem látok, és így teljesen elmegyek valamerre. Tehát fontos az, hogy úgyis, mint a lámpásunkat, hogy arra tartsuk, amerre úgy menni szeretnénk, arra kitűzött cél érdekében. És remélem, hogy aki ezt talán meglátja valamilyen úton, módon, annak az kap valami inspirációt, hogy eljöjjön és ezt megnézze, meglássa, kipróbálja ezt az ENT. Mert ez egy jó dolog. Nekem segített abban, hogy amikor ide jöttem legelőször, akkor egy nagyon mély érzelmi állapotban voltam, egy érzelmi válságban. És kerestem valamit, ami úgy enyhít ezen a fájdalmon. Ami csökkenti ezt, hogy ne fájjon már annyira ott belül. Az a valami. És hát olvastam ezt, néztem azt, hallgattam ezt, elmentem ide, beszéltem azzal, és így valahogy nem kaptam úgy enyhülést. És aztán elkevertem ide az M-templomba. És itt olyat tapasztaltam úgy, hogy a templomi szabályzatok szerint ugye ez egy csendes elvonulás, mint ez a mostani is, úgyhogy most nagy mértékben megszegem ezt a szabályt, hogy így beszélek. De akkor ott az első elvonuláson én olyat kaptam, tapasztaltam, hogy azt éreztem, hogy talán ez lehet a segítség. Persze nem voltam benne biztos első alkalommal, csak itt én is néztem ezeket a dolgokat, hogy kell lenni, meg hogy kell ülni, meg milyen egyéb szabályzatokat kell itt betartani, ami 10 oldalon keresztül le van írva, és egyébként mindenkinek el kellene olvasni, aki ide eljön. De ez csak száraz tények, hanem amit itt tapasztaltam, az valamit elindított, ami arra ösztönöz, hogy jöjjek ide továbbra is, és gyakoroljak, és a csendben legyünk.
és hogy érezni ezt a közösségi összetartó erőt. És ennek az egész helynek a nem is tudom, a varázsát, amit annyi ember itt már beletett előttünk, és ezt így nagyon jó volt megtapasztalni. És ezért is jövök vissza, és szeretnék is jönni még gyakorolni. És remélem, hogy ezzel a setes uta bevezetővel, ha csak egy embert is ide tudtam csábítani, akkor, és nem eltántorítani, akkor én nem boldog leszek. Köszönöm szépen!